25 év alatti szakképzett és szakképzetlen pályakezdők jelentkezhetnek az első munkahelygarancia programra március 1-től. A fiatalok a munkaügyi kirendeltségeken pályázhatnak, ahol a munkaadók keresésében is segítik őket a szakemberek. A programra idén 5 milliárd forintot különítettek el, a támogatásból legalább 7200 fiatal juthat munkához. Maximálisan 6 hónapig a munkabérés járulékainak 100%-át támogatjuk a munkáltatónak a minimálbér másfélszereséig, és 3 hónapos továbbfoglalkoztatást kérünk és várunk a munkáltatótól, illetve ugye ez a szám 4+2 vagy 3+1/2-be is változtat, tehát magyarul mindig a támogatás idő felét kérjük továbbfoglalkoztatásként. A továbbfoglalkoztatásra a munkahelyvédelmi akcióterv szerinti támogatás jár. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár híradónknak elmondta, tavaly a tervezethez képest 2-szer annyi fiatal tudtak munkához juttatni a programnak köszönhetően. A tavalyi évben 3 milliárd forintot terveztünk a programra, ugye szeptembertől decemberig, és 3600 fiatalt szerettünk volna bevonni. A nagy érdeklődés való tekintettel fölemeltük az összeget 3,6 milliárdra, és 7200 fiatal helyezkedett a legvégénél, ez egy óriási szám, és ugye ami külön öröm az az, hogy január végén még, bár nem volt továbbfoglalkoztatási kötelezettség a cégeknek, ebből a 7200-ból 3900-an dolgoztak. Az államtitkár azt is elmondta, tavaly a hátrányos helyzetű régiókból, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett a legtöbb pályázat. A pályakezdők száma hazánkban átlagosan 70 ezer, több mint 28%-uk munkanélküli, az uniós átlag ennél valamivel több, mint egy 30%. Az alap és a középfokú végzettségű pályakezdők esetében az uniós átlagnál magasabb a hazai arány, a felsőfokú végzettségűeknél azonban jobb a magyar adat.